Elkészült a Szabadkai Rádió új leltára és értékbecslése. Ez a feltétele annak, hogy magánosíthassák az önkormányzati alapítású intézményt. A tőke becsült értéke lesz a kikiáltási ár. 4.842.000 dinár, vagyis mintegy 40.000 euró. Ennyi a Szabadkai Rádió teljes tőkéjének becsült értéke, ami a valós érték is egyben. Ennyiért veheti majd meg a majdani tulajdonos a helyi médiumot. A Szabadkai Városi Képviselőtestület 6. rendkívüli ülésén módosították a Szabadkai Rádió privatizációs előkészítési és tehermentesítési modelljét, módszerét és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket. Erről hoztak rendeletet a képviselők, amelyet megküldenek a privatizációs ügynökségnek. Egy újabb 4 hónapos határidő kezd kecsegni, ami azt jelenti, hogy 4 hónappal meg lett hosszabbítva a Szabadkai Rádiónak a privatizációs eljárása, illetve az a határidő, amelyen belül az önkormányzat pénzelni fogja a Szabadkai Rádiónak a működését. A rendeletet a Demokrata Párt képviselőcsoportja is megszavazta, bár úgy vélik, ez a döntés nem oldja meg a Szabadkai Rádióban dolgozók problémáját, csak elodázza azt 4 hónappal. Opet je odluka doneta u zadnji čas, dakle čak i dan nakon roka. Mislim da je to vrlo neozbiljno od strane lokalne vlasti. A privatizációs határidő október vége. Az elkövetkező 4 hónap a Szabadkai Rádió dolgozói számára bizonytalanságban telik. Nem tudják, lesz-e vevő az intézményre, és kimaradhat. Akinek pedig munkafeleslekként távoznia kell, kap-e végkielégítést. Odluka, koju je Skupština upravo donela, stvara mogućnosti da agencija objavi takozvani javni poziv o prodaji kapitala Radio Subotice i to će se odvijati, da tako kažem, tokom narednih 7-8 nedelja. To je rok u kojem ćemo saznati da li ima zainteresovanih za investiranje, da li ima zainteresovanih vlasnika koji bi hteli da dođu u Radio Suboticu i da to bude njihov medij. Ahhoz, hogy az önkormányzat a továbbiakban támogathassa a Szabadkai Rádiót, módosítani kell a városi költségvetést. A büdzsé átütemezése július 10-én várható. Ehhez azonban az is szükséges, hogy a köztársasági parlament módosítsa a köztájékoztatásról szóló törvényt, vagyis megadják az engedélyt ahhoz, hogy az egyes önkormányzatok a következő 4 hónapban pénzelhessék a magánosításra váró médiumokat.